A légpuska lövészet csak az egyik állomása volt a haditorna versenynek. Emellett többek között futni kellett gépkarabéllyal, első segélyt kellett tudni adni, és el kellett igazodni egy térmatrixban. Ez már a negyedik alkalom volt, hogy azok a tanintézetek, ahol katonai vagy rendészeti oktatás folyik, összemérték erejüket. A megyei döntőn idén 11 csapat képviseltette magát. Egyre nagyobb szerepet kap országosan is a honvédelem ügye, ezért örülünk neki, hogy a diákok is csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, és minden évben több és több iskola jelentkezik. Kósa Edmund és csapata a Csapó Rendvédelmi Iskola tanulója. Tavaly kis hián az országos verseny győztesei voltak. Azt mondja, minden feladat egy jó gyakorlat az iskolai képzéshez. Nekünk a tesi órák szinte majdnem minden nap így zajlanak. És hát ugye versenyek előtt mindig jó felkészülten jövünk, és hát ugye nem hiába visszük el minden évben az első három helyezettet. Az országos döntőben minden megyéből a legeredményesebb csapat juthatott be. Tolna megyét idén ismét a csapósok képviselik.